A VMS Újvidéki Városi Szervezete a háborús évek alatt alakult meg. Az alapító tagok célja az is volt, hogy jelentősebb szerepet biztosítsanak az újvidéki magyaroknak a város életében. Hát én úgy gondolom, hogy alapjába véve egy sikertörténetről van szó, mert a kezdeti 10 tagot, és azt a 10 tagot alig bírtuk összeszedni, 3-4 hónap kellett, mire 10 tagot összeszedtünk, Újvidék, abban az időben 16 ezres magyar lélekszáma volt, és ma pedig több mint 500 tagja van. Tehát azt jelenti, hogy a szervezet állandóan fejlődött. Az eseményen elhangzott, a szervezet munkájának köszönhetően gond nélkül működnek az újvidéki, a tiszakálmánfalvi, a kátyi, a pirosi, a titeli és a sajtáslaki szervezetek és művelődési egyesületek. Legfontosabbak közé sorolnám talán azt, hogy az újvidéken a magyar nyelvű oktatás az létezik a bölcsődétől az egyetemig, és ugye működik az Európa Kollégium, amelyben most már szinte 400 egyetemista kapott helyet, azon kívül még az is nagyon fontos, hogy több mint 30 újvidéki és újvidék környéki magyar embernek is ezáltal lett munkája. Az ünnepségen Fremond Árpád, a VMS alelnöke, a szórványban való megmaradás jelentettek kihívásokról is beszélt. Városi szinten is ugye megmaradt a képviseletünk, illetve itt van ugye a tartományi központ, ami ugye kiemelten fontos a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hiszen a tartományi kormány részei vagyunk, és az ugyanolyan fontos, mint az országos kormányban, hogy szerepet vállalunk, és itt ezen belül is ugye az Újvidéki Városi Szervezet számos tisztségviselőt tudott az elmúlt időszakban ugye a rendelkezésünkre bocsátani, és remélem, hogy fog még az elkövetkezendő időszakban is. A VMS Újvidék Városi Szervezete a jövőben is folytatja a küzdelmet a 44-45-ös megtorlások emlékhelyeinek megvalósításáért, illetve a magyar utcanevek kétnyelvű kiírásáért. Hangsúlyozták a jubileumi díszülésen, amelyet követően a tagság bállal ünnepelte meg a két évtizedes fennállását.